Percelmor szülőházánál vagyunk. 1906 óta nevezik a Bonyhádiak Percelmor utcának. A hagyomány az volt, hogy a Percel család tagjainak keresztneveiről nevezték el az utcákat. Így volt Sándor utca, volt Ignác utca, József utca, Béla utca Bonyhádon, és ezek mind a Percel család tagjairól lettek ugye elnevezve. Ez az emléktábla a legsötétebb 50-es években került ide. Akkor nagy bátorság volt az iskola vezetése részéről, hogy a volt földbirtokos család leghíresebb tagjának szülőházát megjelölték emléktáblával. E házban született át Percel Mór, és az udvaron lévő épület, amely szintén egy kisebb kuriális ház volt, azt a 20. század éveiben a két világháború között ebédlőként használták, és az udvar és a park pedig, amely több mint 200 esztendős most már, itt katonásdit játszott a jobbágy gyerekekkel. Majd halála előtti évtizedekben pedig itt írta önéletírását. Maga az épület a 1700-as évek második felében épült, majd pedig 100 évvel később homlokzatát átalakították. Itt van egy kis szoborfülke, ahol Szent Rókus szobra volt. Tudomásom szerint meg is van a szobor. Nem megyünk be most az udvarra, nem nézzük meg a már említett objektumokat. Ennek oka az talán, hogy a jobb sorsra érdemes épület felújításra vár. Tudomásom szerint az önkormányzatnak érvényes építési engedélye van 400-500 millióra, hogy felújítsa. Eredetileg úgy tudom, hogy civil házként akarták hasznosítani, volt rá is egy pályázat, most is érvényes építési engedély van rá. Percel Mór utca elején vagyunk, az egyik uradalmi centrum az a Percel szülőház körüli, a másik pedig így az utca elején lévő, ez a másik Percel ág, ez például a 7-es Percel Gyula háza, ez a Pecsovics perceleké. Pecsovics percelek megtagadták a forradalmár Percel Mórral és családjával ugye a kapcsolatot, és még a nevüket is megváltoztatták Bonyhádira. Percel Gyula egyébként, aki maga is ehhez a vonalhoz tartozott, a nemzetőrség szervezésében kivette a részét, sőt oly mértékben, hogy a kakasdi és majosi német emberek még meg is verték, mert erőszakkal lépett fel. Látszik a Percel család címere, 4-es osztatú, két oroszlán, illetve két haránypólya alkotja. Ez a második címerük volt. A másik épület, a 9-es, az a takarékpénztár, a Bonyhádi 1870-ben alakult takarékpénztárnak volt a székháza, és a 19. század második felében lett ilyen emeletes. Később került ide a gyógyszertár, most megint gyógyszertár van benne. 11-es a 9-es utáni, aminek csak az eresze látszik. Az úgynevezett bukiház, itt lakott a Berti bácsinak a testvére, az Ágnes néni. A 16-os is Percel ház volt itt a soron, tehát ahol az erkély, ami látszik. Mögötte van az úgynevezett iparkávéház épülete, egy szép barokk épület, és a kettő között volt az Ignác utca. És itt van jobbra nekünk a József utca, amiről beszéltünk. Egy gyönyörű barokk tér, egy sokszög alakú, jelleg ilyen mark típusú német kisvárosoknál is hasonló ilyen szabálytalan négyszög alakú tér, a volt piac tér. 82-ben mezővárosi rangot szerzett Bonyhádnak egy gyönyörű barokk jellegű tere, és ezt a jellegét meg is őrizte, mert utána már nagyobb szabású építkezés nem alakította át a szerkezetét. Petőfi nem járt itt iskolába, ő ezt jóval korábban Sárszentlőrincen tette, 1832-33-as tanévben,
Viszont 1870-ben az evangélikus egyház úgy döntött, hogy a forgalmasabb és városias jellegű település Bonyhár legyen az evangélikus gimnáziumnak ugye a központja, és ez az épület akkor hát nem így önmagában állt, hanem képzeljük, hogy a másik oldalon is egy hasonló szárnya volt, és itt volt a kapu bejárat. Ez a Hevra Kadisa zsidó egyesületnek a székháza volt. A domborművet pedig 1956-ban Horváth Olivér szobrász és festő, a gimnázium tanára készítette. 1870-ben az evangélikus egyház megvásárolta a helyi temetkezési egylet, zsidó temetkezési egylet, a Hevra Kadisától ezt az épületet, és ez lett ugye a gimnázium első épülete. Szőcs Zoltán, a Völgységi Múzeum igazgatója sétaközben is érdekes adalékokkal szolgál a Perczel hagyományokról és szellemiségről itt, Bonyhádon. A városban szinte nincs olyan utca, mely ne árulkodna a Perczel család egykori meghatározó jelenlétéről. Borbé József emléktáblájánál vagyunk. Ő volt a bonyhári evangélikusok első lelkésze 1816-tól 1871-ig, tehát nagyon hosszú ideig szolgált, ami nagyon érdekes az ő történetében, hogy Perczel Mór honvéd tábornok, a legjobb barátja Bonyhádon egy evangélikus lelkész, hogy a felesége egy református nemes családnak ugye a sarja, akkor meg tudjuk ítélni a perceleknek ugye a toleranciát, a türelmét ugye a másik vallásúakkal szemben. 1848. március 23-án a akkori piactéren, mostani Szabadságtéren, oda majd megyünk, győzött Bonyhádon a forradalom. Borbé József volt az, aki Perczel Mór levelét és a 12 pontot felolvasta. Perczel Mór német nyelvű levelét olvasta fel az egybegyülteknek, és nagy üdvivalgás közepette, ugye megválasztották a helyi bizotmányt, az új forradalmi vezetőszervet. A leszármazottak közül több tucatnyian gazdagították nemzetünket, akiknek tevékenysége elválaszthatatlanul egybefort Tolna és Baranya vármegyék 18. és 20. századi történetével. A Szentháromság előtti részen fogadta Borbé József és a bonyhádi nép 1867-ben a hazatérő Perczel Mórt. A másik dolog, ami miatt itt állunk, az az, hogy itt vagyunk a romantikus stílusú plébánia épület falánál, ahol egy emléklába örökíti meg Vörös Marti Mihály és a bonyhádi akkori plébános Egyed Antal barátságát. Ezt 1932-ben Bauer József apátúr állítatta a világgazdasági válság mélypontján. Erényt kovácsolt a szegénységből, mert egy márványlapos szekrénynek a márványlapjára írták fel ugye a feliratot, és itt egy hatalmas nagy tömeg volt itt, amikor ezt avatták. A két évszázadon át a Bonyhádhoz és környékéhez kötődő nagy család tagjait a mindennapok és a történelem viharai meszte sodorták ősi fészküktől. Végső nyughelyük a Kálvária dombon, azonban emlékeztetik az utókort az egykori nagy emberekre, Bonyhád szülötteire. Tehát Perczel Mór sírjánál vagyunk. A családból, akit először ide temettek, az ő felesége Sárközi Júlia volt, aki 1877-ben halt meg. És ő volt az első, akit a családból ide temettek, mert korábban a percelek Cikón temetkeztek, a cikói kegytemplom kriptájában van az összes percel. Tehát ő vele kezdődött a itteni temetkezés, majd a családból többek számára ez lett a nyugóhely. Így többek között beszéltem már Bárány Sándorról, ott van az ő sírja, Bárány Sándor őrnagy, debreceni Bárány Sándor. Perczel Mór katonája volt, és Mária testvérét vette feleségül. A Völgységi városban pedig büszkén és alázattal ápolják és őrzik a Perczel hagyományokat. Nemzeti gyásznapunkon, október 6-án minden évben itt emlékeznek 1848 vértanúira, és koszorúzzák meg Perczel Mór honvéd tábornok síremlékét.